és ma a köríves rugás, a magasi geri helyes végrehajtásáról fogunk beszélni. Amikor egy köríves technikáról beszélünk, nagyon fontos, hogy tényleg körívben hajtsuk végre a technikát. El szeretném mondani azokat a hibákat, amiket végre lehet hajtani a rugás során. Első és legfontosabb, ugye most küzdőállásból mutatom, hogy a térdünket föl kell emelni, körívben kell emelni, tehát kifele kell vinni a térdet, és onnan kell végrehajtani a rugást. Sokszor hiba az, hogy nem forgatod a földön lévő lábfejedet a rugásnál, hanem szembe marad így a térdet, föntről lefelé a könyökbe szokott becsapódni. Ugyanezt történik akkor is, hogyha nem oldalra emeled a térdedet, hanem szemből viszed föl, és onnan próbálod meg a lábfejeddel lefeszítve megrúgni. Tehát a térdünket oldalra kell vinni, a lábfejünket, a földön lévő lábfejünket pedig forgatni kell, és a vége, a lábszárat pedig vízszintes úton kell, hogy becsapódjon. Tehát az a cél, hogy nem föntről lefelé, hanem akkor a legerősebb, hogyha vízszintesen, tehát a feje vonalában vízszintesen tudod vinni a lábszáradat. Ehhez mutatok pár gyakorlatot, ami rávezető gyakorlat, kezdők is így tudják elkezdeni gyakorolni ezt a rugást, és nagyon nagy segítség tud lenni abban, hogy helyesen hajtsátok végre. Minden bizonnyal van mindenkinek otthon egy támlás széke, amit tudtok használni akár levegőben gyakorolva, akár zsákon gyakorolva a magasigeri helyes végrehajtását. Én a zsák vonalába teszem. Azért célszerű így egy kicsit felnél rakni, hogy a térdünket mindenképpen ki kelljen emelni, és mindenképpen fölötte kell átemelni. Fölötte kelljen átemelni, és ezáltal helyesen megrúgni a rugást. Ugyanez gyakorolható a levegőben is. Ebben az esetben a szék előttünk van, küzdőállásban állunk. Nagyon fontos, hogy figyelned kell arra, hogy a földön lévő lábad forog, és a térdeddel ne rúgd meg a széknek a támláját. Emeld ki, rúgd meg, és tedd le. Ugyanúgy gyakorolható az is, mikor átrúgjuk a magasit, és a másik oldalon teszed le, és utána állsz vissza. Mert ugye az a cél, hogy elrúgd a fejét. Remélem, tudtam egy kis segítséget nyújtani. A következő adásban is egy rugás technikát fogunk venni. Iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, és a következő epizódban találkozunk. Sziasztok!